Mai nyelvtani anyagunk a to-i-imasu. A to-i-imasu főnevekhez, köznevekhez kapcsolódik, valaminek a nevét, megnevezését fejezhetjük ki vele. Például... 私の学校は渋谷高校と言います。Az iskolámat Shibuya gimnáziumnak hívják. A mondat alanya az én iskolám, amelyel kapcsolatban azt állítom, hogy Shibuya gimnáziumnak hívják. Ha nem állítmányi alakban mondat végén akarjuk használni, akkor a 20. leckében tanult A to U B szerkezetet használjuk. Például 私は Shibuya 高校という学校で勉強します。A Shibuya Gymnasium nevű iskolában tanulok. A to-i-imasu szerkezetet használhatjuk idézet kifejezésére is, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy valaki valamit mond vagy mondott. Az idézés kifejezésének van közvetlen vagy közvetett módja. Közvetlen idézéskor szó szerint idézünk. Dora-san wa 学校へ行きますと言いました。Dora azt mondta, iskolába megyek. Ilyenkor az idézet maga zárójelbe kerül. Közvetett idézéskor az idézet állítmánya egyszerű alakba kerül. Dora-san wa 学校へ行くと言いました。Dora azt mondta, iskolába megy. A to-i-imasu szerkezet you igéjét tetszőlegesen helyettesíthetjük olyan igékkel, amik szintén verbális kommunikációt, például kérdést, választ fejeznek ki. Például Dora-san wa oishii desu ka? To kikimashita. Dora megkérdezte, hogy finom-e.